Sziasztok, Rikári vloggal jelentkezem. Itt vagyunk Pest belvárosában, egy aprócska kis téren, a Kammermayer Károly téren, és mögöttem látható Kammermayer Károlynak a szobra. Ahogy elkezdtem vlogolni, jönnek itt a hangos járművek, ugye térkövezett a tér, de hát átmenő forgalom, illetve forgalom van rajta, hogyha nem is túl nagy. Na, hát... Hát beszélgessünk erről a térről egy kicsit. Először is arról emlékeznék meg, hogy ki volt Kammermayer Károly, akinek itt mögöttem látható a bronz szobra, és akkor ne is engem nézzetek, hanem a szobrot. Egyébként a szobrot 1942-ben emelték először, aztán alumíniumból, és később újra öntötték bronzból. Hát, hogy ennek mi volt az oka, erről nem találtam információt. Mindenesetre Kammermayer Károly 1829-től 97-ig élt, tehát a 19. században, és Budapestnek, tehát az egyesített Budapestnek, ugye ez az egyesítés 1873-ban történt meg, az egyesített Budapestnek az első polgármestere volt. Itt közben mögötte ilyen kis kiülős kávéházas megoldás, Gerlóci néven, és akkor itt mögötte, egyébként a szobor mögött látható a városháza, és hát itt tevékenykedett ugye Kammermayer, bár nem olyan sokat, hiszen akkor még nem ez az épület volt a városháza, amikor ő polgármester lett. Egyébként Kammermayer Károly harcolt a szabadságharcban, a 48-49-es szabadságharcban, emiatt megszakította a jogi tanulmányait is, majd a szabadságharc után fejezte be, és először budai tisztviselő lett, majd átkerült Pestre, és egyre feljebb került a ranglétrán, jól végezte a dolgát, és hát őt választották 1873-ban Pest első polgármesterévé, és hogy miért nem főpolgármester, ezt is el kell mondani, mert hogy akkoriban úgy volt, hogy volt Budapestnek főpolgármestere is, meg polgármestere is. Ugye a főpolgármester egy kicsit ilyen reprezentatív funkció volt, illetve ellenőrzési feladatokat látott el, a gyakorlati városvezetést pedig a polgármester végezte. Hát ez volt először Kammermayer Károly, akit, ha jól tudom, négyszer is újra választottak, tehát a 1890-es évekig több ciklusban is polgármester volt. A nevéhez fűződik egyébként például a közvágóhíd építése is, de az ő nevéhez fűződik már nem építészként, hanem mint városi hivatalnokként, városvezetőként a egyes számú nagycsarnok, aminek a tövében vagy a hátsó traktusában tegnap voltunk ugye a Csarnok téren. Érdekesség egyébként, egy kis aktuál politikát is vigyünk bele a dologba, az ő szép unokája, Csárdi Antal, aki most ennek a körzetnek az LMP-s országgyűlési képviselője. Úgyhogy, aki egyébként 18-ban Hollik Istvánt, a Fidesz nagyágyúját győzte le, aztán hát ugye a... Mi van most? Idén volt a választás, 22 van, idén is sikerült nyernie. Na, de nézzük, hogy mi van még itt a téren. Hát ugye itt van a téren maga a városháza, ami egy óriási nagy tömb, és régen még ennél is nagyobb volt, tehát egészen a Károly körútig tartott, csak hát ugye sérüléseket szenvedett a II. Világháborúban, mert hogy azt hiszem a nyilasoknak volt valami főhadi szállása abban a traktusban, és hát emiatt lebombázták azt a szárnyat. Na most ez eredetileg nem városháza volt, hanem eredetileg invalidus házként híresült el. 300 éves épület, az 1700-as évek első felében épült, és ugye az invalidusok azok a hadirokkantak voltak, akik a török elleni délvidéki harcokban az 1600-as évek végén, 1700-as évek elején megsérültek, és az ő részükre építették tulajdonképpen ezt az óriási épületet. Aztán később gondok voltak,
mert járványgócpont lett, mert ugye nagyon sokan voltak, túl zsúfoltá vált, nagyon sok hadirokkant volt sajnos abban az időben, sokan megsebesültek a török elleni harcokban, és hát túl zsúfoltá vált az épület, és ezért aztán kiköltöztették más helyekre, más helyszínekre a hadirokkantakat, és ide pedig egy kaszárnya létesült, Károly kaszárnyának is hívták, de egyébként a pesti népnyelv az Gránátos kaszárnyának nevezte, mert hogy valamilyen gránátos hadosztály került bele, és végül, amikor az Erzsébet híd építésekor útba volt a régi városháza, és új helyet kellett neki keresni, akkor került igazából ebbe az épületbe. Hát azóta is egyébként, ugye mivel más célra épült, azóta is mindig napirenden van az átépítése, felújítása, de hát ugye óriási nagy költségbe kerül ez. Most is napirenden van, de hát úgy van napirenden, hogy a források nincsenek meg rá. És akkor nézzük meg itt a tér másik oldalát, ugye van itt egy Bubi gyűjtőállomás. Amúgy néhány éve még itt ilyen aszfaltos, parkolós tér volt, egy elég unalmas kis terecske volt. Most ez azért nagyon szépen meg van csinálva, növényekkel, térkővel, és sokkal élhetőbb, mint annó volt. És hát a tér másik oldalán, ugye egy ilyen V alakban kinyíló térről beszélünk, itt már többször láthattátok, mert nagyon sokat pofáztam, ugye? A tér másik oldalán pedig Pest vármegye megyeháza, illetve hát igen, most már azt hiszem újra vármegye, ha jól emlékszem, már nem is tudom ezeket a változásokat követni, mondjuk ez a hirdető oszlop, ez nem jön olyan jól a képbe. Ugye ezt kifejezetten megyeháza, vármegyeháza céljára építették. Valamikor az 1700-as években került ide a vármegyeháza, de ez egy sokkal kisebb épület volt, 4 szoba volt csak benne, és később vált szükségessé a bővítése. Egyébként a szárnya itt, több szárnya van, ez látható is, hogy van az a középső neoklasszicista timpanonos rész, és 2 oldalszárny, ezeket külön-külön építették meg, a 19. század első felében épült. Érdekes, hogy például a bővítés egyik oka az volt, hogy a tömlőcben kevés hely volt, ugye régen a vármegye házak tömlőcve is volt, hát kim van az uniós zászló, a magyar zászló, a székely zászló, meg az nem tudom milyen zászló. Az nem. Lehet, hogy Pest megyének a zászlója, gondolom. Na, azt a zászlót nem ismerem. Na, és akkor, hát nem is tudom, hogy mit akartam még erről a térről és az épületekről elmondani. Nagyon aprócska ez a tér, úgyhogy többet mutattam itt magamat, meg többet járkáltunk körbe, mint hogy a tér dolgait nézegessük, de nézzünk el még itt a térnek egyik oldalsó traktusába, és ezzel fogom lezárni ezt a mai videót, ahol ilyen szép zöld környezetben ilyen kis pihenő padok vannak. Csak itt halkan kell beszélnem, mert valamilyen városi sétát, túrát tartanak, és most ott előadás van ezzel kapcsolatban. Úgyhogy csak éppen, hogy benézünk ide a bokrok mögé, ott lehet ilyen kis pihenő tevékenységet folytatni. És hát itt a térről nyíló kis zegzugos utcák. Hát szerintem egy kellemes kis érdekes, apró tere Budapestnek, úgyhogy ha erre jártok, akkor nézzetek el erre. Én pedig befejezem ezt a mai kis kurta vlogomat. Köszönöm, hogy velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok! Csüssz!